interneten keresztül kell ugye most interjúzzunk, hiszen a többi művészhez hasonlóan te is az otthonodban töltöd most ezeket a napokat. Amíg még nem volt veszélyhelyzet, addig mennyire voltak mozgalmasak a napok, akár zenekarilag, akár privát, mennyire volt mozgalmas az élet, amit aztán a veszélyhelyzet ketté szakított? Sziasztok, köszöntök mindenkit! Hát annyira volt mozgalmas, hogy éppen a Roksuli blokknál jártunk, abban a Madách Színházban, és azért ugye, amikor azt hiszem, hogy egy szerdai nap volt, amikor bejelentették, hogy meghozták az első intézkedéseket, hogy a veszélyhelyzet van, hogy a színház, a koncertek, azok elmaradnak egy bizonyos ideig, remélem most már nem sokáig. És emlékszem, hogy azért az utolsó pár este már olyan hangulat volt egyébként bent a színházban, hogy a Roksulinál mindig térdüket csapolják az emberek a nevetésnél, már csak így kuncogtak, így hümmögtek, és egy picit már úgy éreztem magam, mint amikor a Titanicon süllyed a hajó, de az zenészeknél játszanak. Tehát egy kicsit ilyen hangulata volt az előadás játszanőben, benézek a színpadra, látom mindenki kőkeményen dolgozik, de valahogy mégse az történik, és az születik meg, ami az elmúlt napokban első hetekben megtörtént. Hát nyilván hát azt gondolom, hogy eljöttek hozzánk is a hírek maga ugye Olaszországból legfőképpen, és valószínűleg az emberek már nem olyan felnőtlenül üldögéltek a Madách Színházban, hanem azon gondolkodtak, hogy biztos ez volt a legjobb ötlet és hát ugye másnap bemetem próbálni a Hollywood című előadást, ugye délelőtt 10-kor, és bevallom akkor, hogy mondtam, hogy figyeljetek, hogy mondom, biztos kell most próbálni, mert hétvégén van előadás. Én nagyon szívesen próbálok önszorgalommal, de szerintem már fölösleges lesz mind a kettőre hétre. És hát pont így történik, és lehet, hogy hétre próbálni jöttünk, és jött a hívőre, akkor most attól nincs el színház, úgyhogy hát elég imádatának minden. És aztán azóta gondolom, hogy te is önkéntes házi karanténban vagy, mivel telnek a mindennapok, mit tudsz, vagy mit tudtok otthon csinálni? Igen, hát még Bogival komolyan vettük rögtön az első naptól kezdve. Hát gyakorlatilag lemondtuk a programjainkat, minden, ami olyan program volt, hogy meg lehetett online is csinálni, mi ezt komolyan vettük, átszerveztük, és onnantól kezdve. Hát most már akkor, hogyha jól számolom, akkor talán több mint 3 hete. Hát valahogy így, hogy nem tudom, amikor kezdtük, mert nyugodtan elálltunk, de hogy most a 3 hete. És itthon vagyunk, miért balkonkertészkedek, főzőcsézek, de hát egyébként elég aktívak vagyunk. Tehát, hogy csináltunk ugye kis rövid filmet az RTL-re, a saját oldalinkat csináltunk akusztik videókat, holnap jön ki az új klippem. Szóval mindig volt valamivel el tudtuk foglalni magunkat, vagy egyáltalán mindig kitaláltunk valamit, amivel el tudjuk foglalni. Akár most az alkotási folyamatnak is felfogható, ami most otthon történik? Tehát a fejetekben már születnek meg akár új dalok, vagy bármi olyan, amit a későbbiekben majd próbáltok tovább vinni? Hát igazából, ha akarjuk, ha nem, akkor is alkotási folyamat lehetőségnek kell felfognunk, hiszen végül is olyan, mintha az ember tényleg hazavonult volna, és akkor workshopot csinál saját magának, hogy a semmi mással nem törődik, csak az új dalokkal, az új klippekkel, a jövőbe tekintett, és ezt csináljuk végül is, hogy most leülünk a zongorához, Boki is, én is zongorázunk, beszélgetünk a zenésztársainkkal, és írok új dalokat, hogy tovább menjek, és a klippet is úgy csináltuk, hogy soha nem volt még klippel, mégis aminek az lenne a stáb listája, hogy de szemét írt a Puskás Péter, operatőr Dalos Bog és Puskás Péter. Tehát, hogy most így fog kinézni a sávistája az új klippemnek, hogy ez egy költséghatékony módszer, de nem még működni fog, tehát mégis más lehetőség most nincsen. Gyakorlatilag akkor a klipben a mindennapjaitokat mutatjátok be, vagy miről fog szólni ezek szerint otthon készült videóklip? Igen, hát az új klipemnek a cím az, hogy pont ilyen ára vártam, mégis nem a mindennapjainkról szól, mert nemrég voltunk nyaralni, ott csináltam egy csomó felvételt, amit csak megcsináltam, hogy nagyon szép helyeken vagyunk, hogy gondoltam, hogy ezeket hát jók lesznek egyrészt visszanézni, és ezeket a momentumokat, meg hát egyébként valami eszemlőjük volt, hogy mire lehetne felhasználni, hát is elég gyorsan eljött a pillanat, hogy ezt fel tudtam használni egy videóklip formájában, és itthon pedig van egy színes lámpám, és az a bevilágítottuk a lakást, és felvettük lévek részeket. Úgyhogy mégis azt mondom, hogy elég jó kis garázs mitett belőle. Én már láttam, szerintem megvan a bája.
lezártak a boltok, üres most a tér. Gyere, maradjunk most otthon, hát úgyse tehetnénk. Nekünk nem nehéz ez a helyzet, mert te vagy a másik fél. Nekünk nem nehéz ez a hely.